Szeretettel köszöntelek gyerekek benneteket a természet órán. A mai napon a családról és az iskoláról fogunk egy kicsit tanulni, milyenek voltak ezek egykor, és milyenek most. Tudjuk, hogy az a szó, hogy egykor, az a múltat jelzi számunkra, tehát ami elmúlt, annak nem voltunk a résztvevői, arról mi nem tudunk konkrét dolgokat, csak úgy, hogy azokat az emlékeket, amelyeket számunkra az őseink meghagytak, azokból tudunk következtetni a különböző életmódra, a különböző dolgokra, hogy mivel dolgoztak, hogyan csinálták, hogyan élnek. Nagyon sok kép és tárgyi emlék megmaradt a múzeumokban, valamint a tájházakban, és ezeket a képeket használtam föl én is a mai órámhoz, hogy be tudjam nektek mutatni, hogy milyen volt régen az iskola. A mai dolgokkal azzal tisztában vagyunk, ezen a képen egy mai gyerek sereget láttok, akik az iskolában vannak, nagyon aktívak, ügyesek, jelentkeznek a tanítónéninek, részt vesznek aktívan az órán, de régen is voltak családok, régen is voltak iskolák, és a régi családoknak köszönhetjük ugye mi azt, hogy mi vagyunk, mert ők a mi őseink, és az őseinknek köszönhetjük, hogy mi is itt vagyunk ezen a földön, és élünk. Ezek a képek, amiket majd látni fogtok, ezek lehet, hogy a dédimamátoknak a korában volt, vagy pedig még az előtti korszakból, tehát ezek már nagyon régi képek, 100 évesek is néhányan. Nézzük meg akkor, hogy milyenek voltak régen a családok. A családok népesek voltak. Mit jelent az? Azt jelenti, hogy nagyon sok gyerek volt egy családban, és nagyon sok generáció együtt élt. Mi az, hogy generáció? Ti vagytok a szüleiteknek egy generációja, a szüleitek már egy másik, a mamáik egy harmadik, a dédi mamáiké pedig már egy negyedik generáció. Tehát együtt élt a családban apa, anya, gyerekek, nagyszülők, sőt, nagyon gyakran a dédszülők is ott voltak. A következő képen szintén egy családot látunk, valószínűleg lakodalom volt, mert ott van középen a menyasszony meg a vőlegény. Látjátok, hogy az idősek ülnek az első sorban, a fiatalok pedig ott vannak a menyasszony vőlegény mellett, valamint mögöttük, és a gyerekeket pedig odaültették az idősek elé. Itt is nagyon sok korosztály képviselve van. Sokkal nagyobb és becsületesebb tiszteletben részesítették valamikor az időseket, mint most, ugyanis amikor már a szülőknek a gyerekei férjhez mentek, megnősültek, akkor már azok a szülők nem is nagyon dolgoztak. A fiatalok eltartották őket, ők mentek dolgozni, a tatának meg a mamának pihennie kellett. Tudjuk, hogy ez ma már nem így van. Itt egy sok gyerekes család. Régen egy családban nagyon sok gyerek volt. Valószínűleg azért is, mert az orvostudomány nem volt ilyen fejlett, orvosok sem nagyon voltak, és a különböző fertőző betegségek nagyon sok gyereket még fiatal korukba elhunytá nyilvánították, hát tehát meghaltak a gyerekek a betegségekben, mert azokat nem tudták gyógyítani. A családokban ezen kívül a gyerekek nagyon sokat dolgoztak. És azért is volt a családban sok gyerek, hogy amikor már a gyerekek egy kicsit fölcseperedtek, akkor a szülők a munkában alkalmazták ezeket a gyerekeket, és bizony-bizony sokat segítettek a családnak, elvégezték a kisebb munkálatokat, amelyeket
máskülönben a szülők végeztek volna el, de hát ott voltak a gyerekek, akkor megcsinálták azt ők. Bocsi, kettőt ugrott. A családok együtt dolgoztak. Igen, a családok együtt dolgoztak, összetartóak voltak. Most ezen a képen pont egy pipahúja van valószínűleg lefényképezve, de látjuk azt, hogy ott vannak náluk a munkaeszközök, a szerszámok, amivel a mezőn dolgoztak. Ez a vidék, ahol mi élünk, ugye a Vajdaság, ez egy sík vidék, és itt régen is nagyon sokan mezőgazdasággal foglalkoztak. A földeket művelték, állatokat neveltek, azokat gondozták, és főleg itt a vajdaságiaknak a mezőgazdaság volt az egyik fontos megélhetésük, és ezek is a mezőn dolgoznak valamilyen munkákban. Nem csak a munkában, hanem a disznótoron is ott volt az egész család. Látjuk, hogy a disznó már ketté van vágva, és közösen dolgozzák föl a húsát, elkészítik a finom falatokat, az asszonyok pedig, mire este befejeződik a disznóvágás, a férfiak elvégzik a munkájukat, addig az anyukák, mamák a konyhában megsütik a hurkát, kolbászt, megfőzik a levest, a töltött káposztát, és biztos, hogy hájas kiflit is fognak készíteni, mert az egy nagyon jellegzetes kalács volt a disznóvágások alkalmával. A buzát is nehéz fizikai munkával csépelték ki, nem modern traktorok mentek a földekre, és ló vontatta, gépeket, eszközöket használtak a búza kicséplésére, nagy kazlakba rakták a levágott buzát, amit kaszával lekaszáltak, és látjuk, hogy a lányok és az asszonyok is itt dolgoznak a cséplőgépen, a férfiak pedig biztos a nehezebb munkát végezték, a hölgyek pedig a könnyebbet. Amíg a felnőttek dolgoztak a földeken, addig a gyerekek az állatokat őrizték. Mondtam, hogy a gyerekek sokat dolgoztak régen. Az állatoknak az őrzését is rájuk bízták, tavasszal kihajtották a legelőre, ősszel pedig behajtották a házba. Egész tavasztól őszig a gyerekek kín voltak a friss levegőn, és nem volt nekük más dolguk, csak hogy ráfigyeljenek az állatokra, hogy azok ne csavarogjonak el, ne bántsa őket semmiféle ragadozó. Amikor pedig ilyen helyzetbe került, hogy egy állat eltűnt, vagy valamilyen ragadozó elcsípte, akkor bizony a gyerekeket vonták a szülők felelősségre, hogy nem figyeltek az állatokra. Itt is egy gyerekcsapat van lefényképezve, látjuk azt, mintha egy óvoda lenne, valószínűleg agyagot kaptak, hogy gyurmázzanak belőle, hogy különböző figurákat, különböző alakzatokat formáljonak, és így is elvoltak a gyerekek, tehát a szülők nyugodtan végezhették a feladatukat. Sőt, még a kis testvéreikre is ők vigyáztak, de látjuk ezt a két kislányt, hogy valószínűleg valamit nagyon jó munkáznak, nem éppen a pici babára figyelnek oda, biztos a pici baba aludt, és őnekük volt a feladatuk, hogy vigyázzanak a testvérekre. És itt van egy mai család. Ugye a mai családban a sok gyerek az már nagyon ritkaság. Két, maximum három gyerek van egy családban, de nagyon sok helyen csak egy. Azok a családok, ahol 4-5 gyerek van, az már tényleg ma nagyon, de nagyon nagy szónak számít, nagyon kevés helyen van olyan sok gyerek. És látjuk azt, hogy itt kényeztetik, játszanak a szülők a gyerekekkel, tehát összedugták abba a kis időbe a fejüket, amíg együtt lehettek. És ugye ez egy ismerős kép. A kisgyerek néz biztos valami
rajzfilmet a számítógépen, apa, anya egy kicsit beszélgetne, de már apának a kezében ott van a telefon, és a vacsora is ott van közben, úgyhogy lehet, hogy még annyi idejük sincs, hogy nyugodtan leüljönek vacsorázni, mert olyan kevés időt vannak együtt ma a családtagok. És mindenki ez a kis idő alatt a saját szórakozásával el van. Nézzük meg, hogy milyenek voltak régen az iskolák. Látjuk, hogy egy fegyelmezett, tanulni vágyó gyerek ül a padokban, figyelnek, szépen ülnek, és nagyon sokan vannak egy osztályban. Régen, amikor a tanyavilágban vagy a városokban is a gyerekeket iskolába járatták, akkor az alsósok is egy osztályba voltak, meg a felsősek egy külön osztályba. Tehát azt jelentette, hogy például ebben az osztályban vannak elsősök, másodikosok, harmadikosok, negyedikesek. És mindenkinek magyar órája volt, az elsősnek is, a másodikosnak is, a negyedikesnek is, és a harmadikosnak is, és mindenki a saját tananyagát tanulta. A tanítónéni, tanítóbácsi megmondta a feladatot, és mindenki azt tanulta. Amikor zeneóra volt, akkor az egész tanterem ugyanazt a dalt énekelte. Biztos, hogy nagyon szépen zengett az iskola. Ez egy lányosztály. Képzeljétek el, hogy csak lányok vannak az osztályban. Van, akinek ez jó lenne, van, akinek nem jó lenne, ugye? És a lányok is ugyanúgy be vannak sorakoztatva, hogy első osztályos, másodikos, harmadikos, negyedikes, és tiszta lányosztály van. Valószínűleg az iskola másik termében pedig csak fiúk voltak. Nézzük, hogyan nézett ki egy osztály. Ugye? Látjuk a táblát, látjuk a palatáblát, és itt van a palavessző a palatáblán, és itt van a spondja. Ez volt a szivacs. A palatáblára ráírták a feladatot magyar órán, amikor a magyar órának vége volt, letörölték a táblát, a kis táblácskájukat, a palatáblát, és indult a következő órának az anyaga. Úgyhogy mindent a fejben kellett megjegyezniük. Az utolsó órán elkapták a gyerekek a házi feladatot, ráírták, hogy mi a házi feladat a palatáblára, erre, és vitték haza magukkal az iskolából. Azok a gyerekek se voltak jobbak ám, mint amilyenek ti vagytok, és hazafelé volt egy kis verekedés, volt egy kis bunyó, és nagyon sokszor megtörtént az, hogy letörölődött a házi feladat a palatábláról, és nem tudták megcsinálni, mert nem tudták, hogy mi a házi feladat. Na, másnap következtek a gondok, amikor a tanítónéni, tanítóbácsi számon kérte, és nem volt meg a házi feladat. Akkor kapták a gyerekek a büntetést. És régen iskolába járni az nagy megtiszteltetés volt. Tehát aki iskolába járhatott, az egy privilégiumot élvezett, egy megtiszteltetést, egy kitüntetést, mert nem tanulhatott mindenki. Iskola csak a nagyobb városokban létezett, oda csak a városi gyerekek jártak. Az egyszerű szülő gyerekeik nem járhattak iskolába, azoknak otthon kellett dolgozniuk. Segítettek a házi munkában, az állatok legeltetésében, azoknak a gondozásában. A kisiparosok gyerekei pedig eltanulták a mesterséget a szülőktől, így lettek kovácsok, papucsosok, bognárok, szabók, borbélyok. Ott settenkedtek a szülők mellett a műhelybe, és figyelték, hogy a szüleik hogy dolgoznak, mit dolgoznak, és eltanulták tőlük a mesterséget.
De bizony az iskolában azért, annak ellenére, hogy nem mindenki járhatott, a tanítók szigorúak voltak. Gyakran verték a gyerekeket. Látjátok itt is, hogy egy nádpálcával a tanító bácsi ennek a tanulónak a fenekére csap, valószínű, hogy valami olyan dolgot csinált, amit nem kellett volna. És nézzük meg, hogy az iskola milyen most. Csoportosan dolgoznak a tanulók, mindenki jól érzi magát, könyvek, tanszerek a tanulók előtt, vidámak, és egy egész másfajta oktatás van, ugye a mai iskolákban, mint valamikor régen volt. És azt mondjuk, hogy a boldog gyerekek nagyon, de nagyon fontosak a társadalomnak, a világnak, mert a boldog gyerekekből lesznek a boldog felnőttek. És én kívánom nektek, hogy ilyen nagyon jókedvű, jó humorú gyerekek legyetek, mint ami ezen a képen le van rajzolva. Látjátok? Fogják egymás kezét, tehát barátkoznak, mindannak ellenére, hogy az egyiknek rövid a haja, a másiknak szőke, vagy éppen kislányról, vagy kisfiúról van szó. Mert az ilyen boldog gyerekek tudnak nekünk egy egészséges felnőtt generációt képezni majd, és ti nektek is arra van szükségetek, hogy a ti gyerekeitek is majd, hogyha iskolába jártok, akkor ők is ilyen boldogok legyenek. Köszönöm a figyelmet!